Fiatalok mutatják be kortársaiknak a szovjet munkatáborok és az elhurcoltak történetét. Az előadásokat a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően láthatják a diákok a Gulágen lékévben. Az Egyesület ifjúsági tagozatának szervezésében rendhagyó tanórákon adják majd elő fiatal amatőr színészek a rabok szemszögéből elmesélt katartikus és interaktív darabot. A projekt része egy ifjúsági konferencia, valamint egy művészeti pályázat. Ez utóbbi felső tagozatos és középiskolás tanulóknak szól. Fotókkal, azokból készült montázsokkal és képzőművészeti alkotásokkal lehet nevezni január 20 ig A beérkezett pályaművekből a könyvtárban nyílik kiállítás, három alkotót pedig könyv és ajándékutalványjal jutalmaznak majd.